mégpedig a Presence-től. Aztán... A Perfectumtől és a harmadik a Supinumtől. Kis tudott ezt? Tehát vegyünk egy igényt. Klamó, klamáre, klamávi. Hát ez meg mit jelent? Kiabálni. Mi ennek a Presence szöve? Ha én azt tudnám. Gondolkozzunk, hiszen tudja maga ezt. Kitől tanult maga tanítani, Misike? Hát én csak úgy segítek. Én nem tudnék tanítani. Hát nem is könnyű. De én azért szeretek. Tehát... Hány töve van a latinban minden igének? Kettő. Hát én ilyen buta gyereket nem is képzeltem, mint ez a Sanyika. Én mindig arról álmodoztam, hogy milyen jó lenne repülni innen Budapestre, vagy még messzebbre. Látja, Bella kisasszony, hogy mennyire rokon lelkek vagyunk. Én se bírom itt tovább. Most kaptam meg a családi örökségemet. Én elviszem magát innen. Akkor csinálja meg a példákat. Misike. Ne tessék haragudni. Megveszem a jegyet. Semmi marad, indul az első vágányról. Püspök a delkarca, kis újszállás, hajószólnok Budapest felé. Misi. Kérem szépen, Bella kisasszony, ne tessék elmenni Török úrral. Az igaz ember. Nem ért maga ehhez, Misi.